Szervusztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na, a korábban kezdjük kicsivel! Mert ma ilyen kedvem volt, és hát jutunk, ameddig jutunk. A cél megépíteni itt az oxigén szobát és a Slickster Farm megépítése. És hát reméljük a legjobbakat. Kvázi én így tudnám a mai nap teendőit összefoglalni. Hű, az viszont nagyon nem lesz jó, ha ide minden vízbe fog csurogni, csöpögni. Hogy ide majd tenni kéne valamit ez ellen. Nagyon nem lesz jó, ha oda becsurog ez a sok víz, úgyhogy... Ide szerintem már tehetünk valami kis vackot, picik vackot. De szépen megártott az a vízoszlop. Na, ma korábban kezdünk kivételesen, és a cél az, hogy azért sok mindent megcsináljunk, viszont egy nagy kérdés, így az Oxygen Not Included-del kapcsolatban, hogy tetszene nektek inkább az a megoldás, hogy kicsit több más játékot is streamelünk, mert most ugye az elmúlt X hétben azért csak Oxygen Not Included volt, kisebb megszakításokkal, hogy én privátban is folytatom ezt, és amikor van stream, akkor meg van valami progress, van valami haladás azért, és nem mindig ugyanazt a vergődést nézitek. Nem tudom, ez csak egy ilyen felvetés a részemről, írjátok le, vagy kommentbe, vagy valahol jelezzétek, vagy itt most a chatfalom, hogy mit szólnátok egy ilyen megoldáshoz. Hát meg akkor különben is így akkor több más játékra. Egyébként így a stream schedule a hétvége délelőttöket érintően nem tervezek változtatást, viszont a hétközbeni streamek valószínűleg valamilyen formában meg fognak változni. Sajnos. Még nem tudom egészen, hogy milyen formában és hogy, de ezt a héten szeretném kigondolni. Mi a baj? Elárasztódott a vízzel az épület. Ó, jaj, most mi lesz, valahogy neki kéne szittyózni ezt a sok-sok finom vizecskét, hogy erre a célra itt rögtön létesítünk már is egy szivattyút. Hát hol? A változás oka egyébként tényleg csak annyi, hogy... Munka. Tehát a munkahelyemen kicsit változtak a dolgok, és nem tudok időben hazaérni, és emiatt kell megoldani valahogy. Valószínűleg a hétközbeni streamek kicsivel később kezdődnének. Ebből fakadólag. Jó, itt át kéne pumpáltatnom némi vizecskét oda abba a rendszerbe, és akkor jók is leszünk. Csak hát itt most az egész rendszer nem kap áramot, még ki tudja, hogy hány cikluson keresztül. Úgyhogy itt most a nagy feladat, hogy... Igen, hogy ez a rendszer is bizton kapjon áramot. Ez a rendszer kap áramot elvileg. Elvileg. Valahonnan, igen. Ennek kéne kapni áramot. De nem kap. De miért nem kap? De, kap ez, vagy csak... És ez a rendszer, ez ugye csak innen kap áramot, de ideiglenesen... kaphatna máshonnan is.
Nem fog működni különben a szivattyú. Jó, az a szivattyút be fog indulni, az biztos. Amiatt nem félek. Ha egyszer megépül. Ha megépül. Jó, itt viszont ki fog hűlni. Ja, szép lassan hűl kifele az egész, remélhetőleg. Na, viszont tényleg valószínűleg a következő hétvégén más játékkal fogunk előrukkolni. És közben játszogatok az az Oxygen Not Included, de inkább csak akkor venném elő, ha már így van valami látható progress, és akkor azt onnan kapcsolódtok be, mert most így az elmúlt hetekben azért tényleg végig egyhuzamba 100%-ba csak streambe ment a projekt. És közben a héten meg majd kigondolom, hogy a hétközbeni streamek sorsa az miként és hogyan változik, alakul. Nagyjából ennyi a terv. Mindenkin van rucika remélhetőleg. Igen, ezt az oxigén termelést kéne valahogy így vissza csöpögtetni, visszakapcsolni. Szerintem ez így... Nem, az a baj, hogy ez meg így itt megy, ezt meg nem tudom rákapcsolni se, hogy egy ilyen áthidalás kellene. Itt olyan szépen elzártam magunkat. Mindentől. Jó, itt még épül a csőrendszer. Ez nagyon derék, innen meg leszívjuk majd a mindent. Ez a terv. Igen, ez már teljességgel víz alatt van. Mert ugye itt az olvadó jég szép lassan becsurgott. Van itt azért szennyvíz is, bőségesen. Na, itt akkor ennek úgy kéne kinéznie. Itt azért jó meleg lesz. Főleg, hogyha ez kitörik. Itt úgy kéne kinéznie, hogy... De miért ilyenből építem? Hát tök fölösleges nyersanyag pazarlás. Ojjaj, valahol baj van. Houston. Na. És akkor, hú. Hát ezt itt ki kell bontani mind. Ide akkor teszünk egy ilyen zsilipkamrát. Jó, itt ezek a pincsa pepperök senkit sem érdekelnek. Na mi ez? Hát 500 kiló alga. Rendben lesz. Szép jó reggelt mindenkinek, a korán kelőknek így vasárnapra. Na nézzük, úgy lenne ez jó, hogy rakunk ide pár ilyen légáteresztő cucit. Igen, még ide is szeretnék, és... Igen, nagyjából így fölé rakunk egy ilyen pumpát. Az nyomatja majd neki. És akkor ezzel már úgy nagyjából meg is van a szoba körvonala. Nem is feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy ilyen széles legyen egyébként. Igen. Na, valahogy így, igen. Ez így bőségesen elég.
jó. Igen, nem gondolkodtam azon, hogy légáteresztőt is kéne ide tennem, de minek? Úgyis az lenne a cél, hogy egy ilyen rendszerrel működtetve az egész menjen. Viszont annyi fontos még, hogy ez aranyból legyen. Mert ugyanis az jobban bírja a hőmérsékletet, a magas hőmérsékletet. Igen, ezeket itt kibontjuk, úgy ahogy van. Kell ide létra. Létra, 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 létra. Igen, ezt is itt szerintem lebonthatom. Jó, és ezt így már meg fogják tudni szerintem építeni. Semmiről nem késtetek le. Ez most majd egy ilyen korán kezdős esető, szerintem 12-kor fogunk ugyanúgy végezni, de na. Értitek. A lényeget. Lehet, hogy erre a pár helyre ilyen légáteresztőt kéne raknom, amíg onnan is kiszítjózzuk a dolgokat. Jó, itt is szép lassan növekszik az oxigén szint. Helyes. Ezt meg tudjátok építeni? Hát nagyon bízom benne. Miért unreachable ez a building? Jó, a másik pedig a Slickster farm, ugye? Most már nagyon-nagyon-nagyon meg szeretnék csinálni, és hát itt van ugye a Transit Tube állomás. De ahhoz, hogy itt bármi haladást eszközöljünk, először ott az oxigén termelést kell folyamatosítani. Ó, elfogyott volna az obszidiánunk. Hűha. Meg egyből megcsinálták. Jó, akkor csinálunk rendes csövet. Úgy. Jaj, mondta, hogy itt legalább hősziget előtt rakta. Nem hősziget, ah, mindegy is. Jó, hát innen ki kell szittyózni ezt a sok vizet, mert egyszerűen nem bírunk vele. Legalább egy kicsit ott a hűvösebb vízbe fog menni. De nincs annyi gond. Ó, és a nymfák, nézzétek. Nem annyira világítanak. Ami fura. Ezeknek így fény lennie kéne. De lehet, hogy megszelidítve már nem fénylenek úgy. Hány ciklus múlva éled újra ez a gejzír? 3 ciklus, na addig innen le kell szittyózni a vizet. Ó, valaki ételmérgezést kapott. De miért? Mert nyersen eszi a kukacot Hassan. Szerencse csomag. És ez a szaporulat volt itt, azt a mindenségét.
Igen, ott fent chilleznek a hidrogénben, és akkor gyorsabban nő a bundájuk. Aztán mennek le megnyíródni. Fel is lehetne már mosni. Sok van egy helyen, és szomorúak. De akkor hogy csinálták meg, hogy... Ó, lehet, hogy ezt nem domestikálva csinálták meg. Mindegy, át fogom őket szépen majd telepíteni egyszer. Addig itt csak szaporodjanak. Szaporodjanak, sokasodjanak. Foszforunk van, úgyhogy ehetnek bőven. És mossuk már fel ezt a szutykot. Jó, ez az. Elkezdtük át csurgatni a vizet, ami szépen megy is. Oda, ahova kell. És akkor itt a elméletileg hidegebb vizecske fog kicsurogni. Hát, ha az egy picit le is hűti majd az egészet. Hát kíváncsi leszek. A csőben, ha minden igaz, akkor ilyen 13 fokos, 14 fokos a víz benne. Egyébként meg ja, 13 fok körül van, és itt még talán egy kicsit hűl, de nem, nem biztos, hogy hűl most, mert ugye pont, hogy fel volt melegítve. De itt már viszont nem olyan vissza, itt ez miért melegszik ennyire? Hopci. Na nem baj, ez nem fogja lehűteni ezt a nagy fürdővizet, de talán egy picivel. Picivel, amíg itt ugye megint beindul a rendszer. A lényeg az, hogy innen most szívjuk le ezt itt. Open. 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 Ezeket nyissuk ki. Hogy lejjebb menjen a vízszint picivel. Hát lesz dolog. Mi itt a baj? Azt nem mondta, hogy meleg van. Hát 30 fok, 40 fok, 45 fok. Csűs. Az igen. És ez itt... Miért ontják a meleget a kövek? Ez mondjuk egy ritka jó kérdés. ...34 fokos a levegő, ami érkezik. És 50 fok van. Valahogy a hűtést meg kell oldani, és egyre nehezebb. Na igen, ez az, amikor ilyen pár száz ciklus után összebukik a bázisod. A meleg miatt. Tojások. Köszönöm. Jó, itt elméletileg elindult a vízszint kiegyenlítés, de ez most jó időbe fog telni, amíg innen leszittyózzuk az összeset. Hát folyamatosan működik ott a vízszivattyunk. Ja, nem sokára megvesz az egyéves ciklus idő. Hoppá!
Hát ez itt beszart konkrétan. Itt hevül túl a rendszer valahogy, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Meg szegény duplikánsok azért így égési sérüléseket szenvednek el. Hőelosztó tapéta. Ez nem az, hanem... ez az. Jó, teszt jelleggel nézzük már meg, hogy ez itt mit művel. Ezen a fronton. Diamond. Nem biztos, hogy aranyból kéne. Lehet, hogy ebből kéne. Na megnézzük, mi történik ezekkel. Elméletileg ezek így a hőt szétterítik, vagy eloszlatják, nem tudom. Nem egészen tudom, hogy ezek hogy működnek még a gyakorlatban. Nem nagyon használtam őket. Na nézzük. Széttolja az ott lévő hőt. Hát megnézzük, hogy ez itt segít-e valamit, bármit a bázison. Ez itt mi? Üvegek. Nem viszi el őket sehova senki. Nézzük itt, mi a helyzet. Jó, hát figyeljetek, maximum csinálunk egy ilyen nagyon kellemes szaunát így az egész bázisból. Vízzájomró bejárat. Igen, jogos, de nehéz megcsinálni. Jelen felállásban. A maximum úgy tudnám elképzelni, hogyha itt ezt a létrát lezárnánk, és akkor ide csöpögtetnénk némi vizet. Hát ja, akkor én ezt fogom csinálni most. Jobb ötletem nincsen. De várjál, de az nem fog menni. A vízzárót nem olyan egyszerű megcsinálni, ugye? Mert ott ugye ilyen U alakba kell menjen az egész, hogy ott az U aljában ott rekedjen meg a víz. Szia, Robin! Ja, lehet, hogy légzsilipszerű terem kéne inkább. Ja. Mert az így pusztítja ugye az oxigént, ha arról van szó, csak ahhoz meg egy hosszabb zsilip terem kéne.
de lassan épül ez a hőeloszlató ott. Bármint, hogyha már egy picit hűtene, de nem biztos. Lehet, hogy csak az én szemem káprázik. Na nézzük itt fölül mi a helyzet. 49-50 fokos, 50 fokos vizecske. Jó, ez itt beindult, viszont a probléma az, hogy itt még mindig túl sok a víz. Igen, valószínűleg innen jött át a klór egyébként. Ebből a részből. Na, csináljátok azt meg. Hú, ez kemény ez a cucc. Ezt jó sokáig heggeztik azért. Szegényke ott megsül konkrétan. Jó, szerintem ezt is így elbontjuk. És ide nemes egyszerűséggel rakunk egy második kaput. Ez itt miért nem fog menni? Obstructed by wall. Mi van? Ez itt semmi nincsen tudtommal. Vagy a kábelre már nem engedi, hogy odaépítkezzünk. Jó, akkor először azokat elbontjuk. Az nem lesz túl kellemetes, aztán utána meg visszakábelezem, csak megépítjük a zsilipet. Ja nem a hőelosztó tapétával van a gond, hanem a... ezzel. A fallal. Na, elkészült a hőelosztó tapéta, nézzük működés közben. Jó, ide is toszunk egy zsilipet. Ez egyébként az csak sima tapéta, nem hőelosztó tapéta. Gejzír melletti víztározó. Mire gondolsz? Sült duplikánsok lesznek itt mindjárt. Sorikám, hát ott nagyon rosszul vannak már. Jó, na, most akkor kúrálunk. Bonhit. Szegény Hassan. Jó, azt ott befejeztük, jó, többet oda nem megyünk most egy jó darabig remélhetőleg. Jó, itt 50 fok körül vagyunk, igen, itt már 60 fok. Fú, és miért mentek ide be?
Rowan, te mit művelsz itt? Jó, szerintem ezt most lezárhatjuk itt egy időre. Jó, mert nem akarom oda beküldeni őket megint. Ki akarom kúrálni a népet. Ez most az elsődleges feladat. Innen szívjuk le a vizet, szép fokozatosan. Ide is hagytam, hogy beáramoljon a sok szar. Tehát ki gondolta volna, hogy ebből még baj lehet. Itt lezárom. Mert hogy ugye elolvadt ez a biom, ez itt mindent megborított. Mi a helyzet? Jó. Jöjjön egy kis oxigén. Hát a tetőre feltúrás nem akarom elkapkodni. És pont ezt beszéltük így az elején, hogy most azon gondolkodom, hogy megyek tovább offline is, és a streamekre mindig lesz valami újdonság, vagy legalábbis változás az előzőhöz képest, amit haladni tudtam. Mert azért látjátok, itt már azért nem olyan látványos a haladás, tehát nagyobb projektek vannak, lassabban készülnek el, és nem annyira érdekes, valljuk be őszintén, a streamnek egy jó része. Jó. Oxigént a bázisra. Dögivel. Jó. Mit keres ott a hidrogén is a képletben? Jó, innen szép lassan ki fogjuk szívni a vizet most már. Megy lejjebb a vízszint, hál' Istennek. Hú, de dolgozik, hú, de dolgozik! Az mennyit pumpál? Viszonylag sokat. Jó, ez még egy-két ciklusig innen eltart, amíg lepumpálja. Addig sajnos itt a gejzér is fölösen nem működik. De utána sokáig működni fog, reméljük, úgyhogy jó lesz, jó lesz. Mit nem tudunk megépíteni? Ja, itt. Jó, hát annyi kajánk van, mint a szemét, úgyhogy nem is izgulok ezen már. Ja, azt a víztározót lehet el kéne tényleg bontani. Arra már úgymond nincs szükségünk. Akkor itt lenne egy nagy tér. Egy nagy széndioksziddal teri tér. Majd de szépen világít itt a víz. Nézzük a hőt. Nem. Nem az igazi. Hát itt a 30 fokot tartjuk. Na, mit kaptunk? Tojásokat, nem kösz. Gyakorlatilag itt az egész víz az tiszta. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Zero bacillus.
Jó, no research, building lacks resources. Melyik? Ja, nincs ennek tiszta víz. Hát... Több is veszett már Mohácsnál. Na, itt a halállomány az viszont így megdöglött, ahogy nézem. Nézzük csak. Ezt fel tudjuk mosni? Nem, túl sok a víz. Gyerünk, dolgozz! Még több hektoliter vizet kell átszivattyúznunk ide. De már nézzétek meg, lassan itt egy akkora vízraktárunk gyűlt össze. Ihaj, csuhaj. Bálint gazda. Áj, ez az ember. Tehát ez... Kész csoda, hogy még ilyen jól bírja az öreg. De tök jó. Amúgy. Ez itt miért nem működik? Breathable gas. Ja, ezért nem halad itt a munka. Jó, hát Jean stresszel egy picikét. Apropó, Jean. Meggyógyítunk. Lásd, kivel van dolgod. Az a kérdés... Use sand to filter polluted oxygen. Aha. Tehát, hogyha ide én így berakok egy ilyet, mondjuk. Az a baj, hogy ezt akkor... Igen, ebből kell elkészíteni majd. Hogy itt folyamatosan cserélgesse a szűrőket. Mert itt hány fok van? 50... Hát ilyen 100 valahány fokok körül ingadozik, 123. És ez mikor készül ki ez a ketyere? 75, ez 125. Igen, ez itt tönkre menne viszont. És ezt lehet így forgatni vajon? Ó, lehet. Nagyon jó. Leszívtuk már itt ezt a sok vizet. De jó ég. Jó. Kezdjük el szerintem a vízpusztítást.
Autó. Mert ugyanis ha ez becsukódik, akkor mindent lezár maga körül. Open. Open. Autó. És akkor az így legyilkolja gyorsabban a vizet. Ez a terv. Jó, aztán Mimát is kúrálni kell. Open. Autó. Szerencsétlenek, pont így a padirokkantakat hívom ide át. Ja, most nincs mindenhez cucc. Hát ha egy kicsit lejjebb megy a víz innen. Na igen, tehát ide ilyen automata raktárat szeretnék. Ez a terv valóban. Szóval, kell ide egy automata raktár, az egyikből a kar homokot kap, hogy cserélje a szűrőt, a másik pedig kijuttatja az agyagot, és akkor nem kell oda duplikálni. Igen, ez a terv. Conveyor loader, ez hogy is megy? Azonban egyet még sose csináltam. Load solid material onto conveyor rail for transport. De ez nem is az az okos raktár, ami nekem kell. Smart storage. Storage a solid resource of your choosing. Sends green signal when bin is full. Aha. Aha. Hát az lenne a lényeg akkor. Igen, oda be kéne mászniuk valahogy. Hasszán menekülj, mert meg fogsz dögleni. Jó, Hasszánt is ki kell kúrálni. Itt a melegbe elvérzenek konkrétan a duplikánsok, vagy hát így megsülnek szó szerint. Jó, ott konkrétan már vákum van, úgyhogy ezt így le is kapcsolnám. Mit szittyózok akkor onnan ki? Oxigént. Jó, hát itt azért nagyon jó a levegő. Ez az, erre gondoltam. Jó, még kell ide egy kis noszogatás, hogy ez szárazon legyen végre. Autó, 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 autó. Na, ja, most egy kicsit itt járkáltatom majd őket, hogy csinálják meg ezt. Most már tényleg kell, hogy beinduljon a földgáz erőmű, mert nem lesz jó vége. Ez akkora cheat egyébként, hogy ezek a zsilib kamrák így elpusztítják azt, ami így belekerül. Ez még mindig szívja.
Na nézzük. Ez mi? Myrt Leaf Seed. Jó, ez jöhet. Na mi a helyzet itt Slicksteréknél? Jó, hát itt nem haladunk. Sem erre se. De csak azért, mert itt nincs oxigén ebbe a szkafanderbe, úgyhogy... És oda nem küldök le duplikánst megsülni, mert tényleg már nagyon rosszul állunk így is. Megsülés szempontból. Jó, Hassan lábadozik. Királyság. Jó, hát én voltam a buta, mert hagytam, hogy így eldurvuljon a helyzet. Ami a helyzet itt a fürdőházban. Jó, hát ez nagyon jó. Jó, ezeket is néha így kinyitom csurig. Nagyon lassan dolgozik az a vízelvezető. Jó, és ott egy kicsit ki is lett egyenlítve, látjátok? Lejjebb ment a vízszint. Ezt is megéltük konkrétan. Vizet kell pusztítanom. Hogy működhessünk. Jó, ezekkel most itt el kell játszadoznom. Ezt lehetne egyébként automatizálni is, hogy ezek így ezt csinálják, ezt a kibecsukódást mindenféle logikai zárral, de ahhoz is gondolni balusta vagyok. Hogy került, hogy nőtt itt meg a vízszint konkrétan? Vagy a gáz már akkora nyomás van, hogy nyomja ki a vizet? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Jó, hát lassan, de biztosan haladunk. Szerintem még egy ilyen kört tolok. Ezeket így kinyitjuk. Ott talán elpusztul annyi víz, hogy ott beinduljon végre ez az épület, és akkor meg lesz oldva már nagyon sok minden. Erre várunk most konkrétan. Na jó, 349. ciklus, reméljük, hogy ez most már sikerül. Közben itt, hogy halad a munka? Nem annyira jól. Jó, na itt most a lényeg akkor az... Az lészem. Ott miért nem fúrjátok ki? Majd oda nagyon sok homokot kell tenni. Conveyor rodent converter receptable. Unload solid material from conveyor rail into storage. Na, két dolog kell akkor. Ide egy ilyen. Ha minden igaz.
Rakjuk ide egy ajtót is. Conveyor loader. Tehát... ez fogja transportálni a cuccokat. Ezt pedig kirakni. Jó, ez eddig sima liba. Nem tudom, hogy jól rakom-e. Jó, egyelőre nézzük ezt így meg. Erre kíváncsi vagyok konkrétan. Nem, a kapu az megsemmisít mindent. Tehát az így működik. Tehát ami köztereked, az így gáz, folyadék, plazma, az így megsemmisül. Jó. Ki az, aki bibisebb? Mindegy. Oda küldünk valakit jobbulni. Jó, ez itt hamarosan ki fogja szívni a mindent, itt meg fog telni ez az egész cucc, az viszont annyira nem jó nekünk. Na, itt viszont már csak 42 fokos a víz, szóval a hűtés működik. Lassan, de biztosan működik. Igen, itt is kezd kihűlni ez a biom, visszahűl inkább. Még nem egészen értem, hogy ez hogy fog működni, de majd ami késik, nem múlik. Ezt innen tüntessük el végre. Jaj, ő nem tud lejönni. Szép. Szép munka. Mi mára is ráférne most már egy első segély, meg a többiekre is. Na jó, itt akkor mit tárolunk? Homokot. Clay, meg... hol tároljuk a homokot? Filtration medium. Jaj, tényleg. Mit tettetek bele? Ja, hogy azt ott mind bele. Hát ezt szerintem el fogja bírni még. Jó, mi ma? Gyerünk.
mielőtt megsült teljesen szerencsétlen kis teste. Na, azt mondja, hogy ő ugye kirakja a homokot. Nagyon jó. Közben érkezett valami. Ellátvány. Jó. Jó, itt még nyomázzunk egy kis oxigént ide a rendszerbe. Ennek áram kell, nagyon jó. És akkor azt kell már csak megoldani, hogy innen ezt így ide beküldjük. Akkor elméletileg jók vagyunk. Jó, homok az van. Csak az áramelosztást kéne megcsinálni. Illetve annyit, hogy ide meg homokot szállítsunk folyamatosan. De aztán hoztak ide most bőségesen, úgyhogy jó idegézi elég lesz. De akkor ezt tudnak így automatizálni. Akkor nem kell oda menniük többet. Oh, beindult ez is. De jó. Jó, ide még akkor csináljuk már meg ezt a logikai kapcsot, hogy konkrétan ezeket is kapcsolja le olyankor. Így. Hova megy ez? Ez az, működik. Működik a rendszer, már csak ezt kéne itt megépítenünk valahogy. Valamilyen úton, módon, de miért nem? Unreachable to build. Miért nem érik el? Ó, ez az, végre valahára. Jó, automata, jó. Innentől már jók leszünk, végre valahára. Jó, elkezdődött, működik. Működik a cucc. Jó, itt ezt a kábelt akkor el is vágom. Nincs rá szükség. Mi? Ah.
itt megakadt egy picit. Jó, és végre kiszittyoztunk ott mindent, és ezzel, ezekről a kis áramlöketekkel most már működni fog rendesen ez a rendszer is. Aztán majd ide még tervezünk földgázraktárakat, de most mindenképp az az elsődleges, hogy végre itt az áramot azt beizzítsuk rendesen. Ezek ugye nagyon sokat fogyasztanak, hogy az így rögtön leszipkázza az egészet. Ó, ez meg itt elkezdett hűteni. Kihalt meg, és miért? Rowan! Ne! Rowant elvesztettük! De miért? Meghalt, meghalt szegény, és miért? Miért, Rowan, miért? Na, várjunk csak. Rowant visszatöltjük. Nem tudom, hogy miért haltak meg. Idióták voltak és megfulladtak. Autó. Ott a gáz ki ne szivárogja véletlenül se. Hé, de várjunk csak. Rowan. De miért? De miért? Lement megszerelni. Belefulladt volna a ruhájában, értjük csak. Most van a 151. ciklusra, vissza kell menjünk akkor. 6 ciklus óta biztos nem halottak ketten. Megnézzük. Na, itt még teljes volt a létszám, nagyon jó. Autó. Ez itt végre kapja majd a ruha, az oxigént. Hol a Rowan gyerek? Jean, de miért? Joshua. Jean. Igen, ez mondjuk meleg. Igen, ez lesz itt a baj. Túl meleg. Menjetek el és éljétek túl. Ott van Rowan. Jó, hát ezek után már csak szkafanderbe jöhetnek majd ide le. Hogy azzal nem lesz gond. Na, akkor ide rakunk aranyból egy ilyet. Akkor az jó lesz.
Ugye, mert ez így nagyon meleg ez a víz. De miért nem használjátok a szkafandert? Amikor itt már csak és kizárólag szkafanderben lehet. Nézzük csak. Jó, azt visszakapcsoljuk gyorsan. Miért jöttök ide szkafander nélkül? Ezt valaki magyarázza már el nekem. Elvitték volna az összes szkafandert. De elméletileg most mindenki él még. Nem, nem tizen voltak. Kilencen. Jó, nézzük csak. Jó, Mima mindjárt meggyógyul. De hogy kerültök ti ide? Hozzátok ide a szkafandereket, hát nem hiszem el, hogy lettek ilyenek? De miért dolgoztok itt szkafander nélkül? Nem hiszem el. Az is érdekes, hogy... Igen, ez itt kezd nagyon-nagyon meleg lenni. És hiába vannak a hideg biomban, na jó, hát ezeket akkor valahogy másból kell megcsinálni. Így. Ez itt meg nem kap hidrogént? Ojjaj. Hát nagyon kevés hidrogént kap. Ó. Figyeljek oda a rákra, mert megtámadja a duplikánst. Olé! Viszont a Slickster az rakott egy tojatot.
A Geysir viszont már így abszolút túl van töltve. De durva. És az aranyból készült ketyere is így túlhevül. Mi van itt? Mi van itt? Na jó, hát ennek a felső tréfa. ...79 fokos a víz. Ez el fog mindjárt pároló. Ja, de nem, mert sós víz, annak ugye magasabb a forráspontja. De nem, az is 100 fokon forr valamiért. Ez meddig lesz még aktív? Még 30 ciklusig, hát az sehogy se jó. Ezek meg túlhevülnek. Hát ezzel a mérhetetlen mennyiségű vízzel kellene valamit kezdeni. Igazából lehet, le kéne fúrni a láva biómig. Azt mondja már el nekem valaki, hogy miért nem használjátok ezeket? Nincs elég ruha, vagy mi történt? Elhasználódott a ruha? Na jó, akkor csináljatok ruhát, hát engem nem érdekel, de legyen. ...200 kilónyi ruha van ott. Jó. Majdnem mindenki gyógyítani kell. Ott elkezdtek megtelni a gázraktárak, az tök jó. Itt mi a gáz? Ja, hogy itt még nem csináltuk meg a kivezetést, jó. Nézzük, hol lesz hidegebb. Igen, itt a létrától kezdve. Annyi, hogy ide be kell rakni egy ilyen szűrőt. És akkor ez így megoldja majd a gondjainkat. Hát ez is melegíteni fogja mondjuk a rendszer, de hát oda se neki. Jó, ezt még itt megcsinálják, és akkor minden tök jó lesz. Jó, ez itt átmegy ezen, nagyszerű. Nézzük csak, ez... Ez ad valamilyen negatív dekort? Nem, úgyhogy ez nem gáz. Ne, Joshua, be ne menj oda! Kitörő Geysir mellett ott építkezik. Ez nem normális. Miből van ez a Joshua? Asbestből?
nem mindig használják, de úgy van, nem? Valamiért itt nem használják a ruhát. De miért nem? Oké, a hideg biomba megsülnek. Ez gyönyörű. Jó. Nem kéne folyamatosan fertőtleníteni. Az a baj, hogy nincs ott elég ruha. Én csinálom. Na végre. Na végre, hozzák a ruhákat. Na, így talán már nem lesz olyan. De miért jössz fel oda nagyokat lélegezni, amikor van rajtad ruha? És aztán mész vissza. Hát behalok ezeken tényleg. Na, most már tényleg nem akarok itt duplikáns ruha nélkül látni. Elég volt. Most már mindenki meggyógyul szépen. Csináljuk a dolgokat. Zsant. Kezeljük. Nagy boldogság lesz a vége. Ja, ott egy kis hidrogén összegyűlt. Nem, az volt a baj, hogy valamiért elkerültek onnan a ruhák, és emiatt nem vették fel őket, de azért átmentek. Tehát, hogy így benne se érti ezt. Jó, ez is működik, és akkor, ha minden jól megy... Hol a Slickster? Jó, ott van, jól van. És olajat már kakált oda, helyes. Na, ebből a sós víz tengerrel kéne valamit kezdenünk. De te ott mit? Te itt mit csinálsz, te szerencsétlen? Miért nem vetted föl a ruhádat? Hogy jöhetsz át ide ruha nélkül? Nem hiszem el tényleg. Ide csak ruhával lehet kimenni. Ha nincs atmoszút, akkor kussa neved. De te is mit keresel itt ruha nélkül? Lehet, az kavarja meg ugye, hogy valakik így ruhában aludtak, és akkor így... Ha? Ha? Jó, te lerakod a ruhát. Na most figyelni fogom, mi történik.
Nagyon figyelni fogom, mi történik. Ott te fölveszed a ruhát, nagyon jó. Jó, te most már kijöttél ruha nélkül, nagyon helyes. Te fölveszed a ruhát, nagyon jó. Nem hiszem, hogy egy ciklus, vagy kettő ciklus kellett nekik ahhoz, hogy felfogják, hogy ruha nélkül nem megyünk át. És miért? Jean, te takarodjál onnan ki. Nem, ez így most jó. Mert látjátok, amint van ruha, mehet. Ha nincs ruha, nem mehet. Ilyen egyszerű. Jó, most előleg mindenki visszajön és hozza a ruháját. Mondom, visszajön és hozza a ruháját. Jó, tökig vagyunk Atmosz úttal, úgyhogy most már hozzátok ide és hajrá. Fentről ki tudják kerülni. Aha, ez sok mindent megmagyaráz. Ha, jó, ez itt a probléma, akkor nagyon egyszerűen megoldjuk a történetet, ezt én itt lezártam, és kész. Soha a büdös életben nem fognak itt keresztül jönni már. Mondom, soha a büdös életben nem fognak keresztül jönni a fenébe, Jean, mit kereselte ott? Tényleg, ezt teljesen elfelejtettem, hogy keresztül tudtak jönni. Ó, édes Istenem. Na jó, most már jók leszünk viszont. Na látjátok, ilyen dolgokra nem gondolok. Jó, itt beállítjuk, hogy oxigént szeretnénk. Szuper, aztán egyszer csak megcsinálják. Reméljük. Na jó, akkor itt meg legyen vákum. Disable. Disable. Jó, itt kicsit lejjebb ment most a vízszint is, hogy kifúrtuk a talajt. Ilyen. Jó lesz ez. Na, és most már ketten is lejöhetnek dolgozni. Szuper. Úgyhogy csináljunk alá valami talajszerűséget. Na, ezt fejezzük be, még mielőtt vége a ciklusnak.
Nem, nem fejezzük be. Na mi újság itt a hőháztartással? Semmi. Igazán szólva semmi. Jó, ezt itt be kéne fejezzék. 1, 2, 3. Elvileg be is tudják fejezni. Emiatt nem aggódom. Jó, ott megvan a fal. Nagyszerű. Most ezt is lebonthatjuk. Jó, elméletileg itt mindjárt olyan magas lesz a vízszint, hogy totál mindegy mi van. Ez a szivattyú meg igen, ide viszi a cuccost. Innen most ugye már nem érkezik több. Jó, hát ide még akkor egy ilyen kiöntőt azt tehetek. Ja, ez ilyen kellemes, kellemes kis fürdővíz. Már azért langyosabb, szóval nem vészes annyira. Jó, a földgáz készleteket akkor kezdjük feltölteni, nagyon jó. És végre most már csak ezeket a vackokat használják. Halleluja, ezt is megéltük. Na, mit kaptunk? Gomba! Jó, mindenkit meggyógyítunk szépen. És csak elrendezzük már ezt. Két aktív vulkán van a lag helyed mellett. Hát ott tényleg nem sok mindent lehet tenni. Ja, a termonulifierbe pumpálni a meleget az jó ötletnek tűnik. Hát amit leírtál, szerintem az működik. Tehát, hogy termonulifierbe pumpálod a meleget, majd azt lehűtve vissza. És utána a vulkánok, ott van néhány vízvölgy, és a vulkánok kaptak egy 3-as szigetelést. Van jobb mód? Hát nem tudom, tehát most szigeteled a vulkánokat, az tök jó. Esetleg majd a vulkánok energiáját fel lehetne használni dolgokra. Például egy ilyen... mi ez? Milyen erőmű ez? Ilyen gőzturbina erőműre, azért az elég sok áramot termel. Viszonylag jól működtethető. Vannak rá ilyen nagyon jó ilyen alapsémák, hogy hogy lehet azt jól működtetni egyébként. Na, viszont itt meg kéne csinálnatok végre valahára a dolgokat. Hova mentek ti? Ez így átterjed. Aha.
Na majd meglátjuk, mi lesz ebből a fertőzésből itt. De te kit vagy most, mert csak szkafanderbe jönnek, és itt van egy kis víz, csodával határos módon, ami meg nem jön át a fertőzés, ezért ez itt is fog maradni. Reméljük. Jaha, jaha. Itt beindult a buli. Ebbe kéne. Be kéne fejezni a csövet, gyerekek. Na, az a baj, hogy nem látom, hogy ebben mi van. Iron, alga. Sok tojáshéj. Van homok, jó. Conveyor loader. Loads solid material to conveyor rate. Jó, ki is kaptak áramot. Na nézzük a dekort. Aha, hát itt nem olyan jó a dekor, ez itt ad valami kis pluszt, ugye? Geyser is érdekes módon pluszt ad. Hát igen, itt nem valami jó lenni. Ezen a részen. Ide akkor rakjunk már valami szépet. Kis művészetet. Elfér az. Úgy, ez majd oda rakja rendesen majd a jó közérzetet. Úgyis tele vagyunk már fiberrel, úgyhogy akkor ezt meg fogjuk tudni csinálni. Igen, ezt a víztározót elbontjuk mindjárt. Csak akkor most már ezt befejezem végre valahára. Ó, ez meg nem ér le odáig, akkor annak sok értelme nincs. Nem így. Jó, ide még teszünk egy létrácskát. Jó, kigyengélkedik még. Ó, most elég sokan lesérültek már megint. Itt mi a baj? Ú, túl magas a hőmérséklet. Ó-ó. Ó-ó. Honnan melegszünk? Igen, valahogy hűteni kéne. Valahogy hűteni kéne. Mivel hűthetném itt ezt ki könnyen? Miből csinálják? Dört.
ezt így eloszlatom így. Megnézzük. Itt még jó. De nem, nem jó. Itt is 31 fok van. Kezdünk melegedni, gyerekek. Ezzel van a probléma. Na most... Ez ugye itt hideg gáz. Itt fölmegy, ez itt insulated. Szigetelve van. Itt is növekszik a légnyomás, behalok. Jó, most ott már mindenkinek van atmoszút, most már itt olyan jó levegő lett, mint még sehol máshol soha. Azelőtt. Load solid metal conveyor or transport. Ha? De mi itt megtelt volna? Ja, mert hogy még nincs összekötve. Oké, értem. Mit csinálnak a duplikánsaim? Az ott ugye elkészült. Erre... Nem jön víz, de miért nem jön a víz? Jó, akkor majd így jön a víz. Így. Mondjuk viszonylag meleg víz lesz. De ha ide berakunk egy folyadékhűtőt valahonnan. Liquid Peptidizer. Nem az kell nekünk. Cool gas, te. Use the liquid pipe through it, but outputs heat. És ez nagyon sok áramot fogyaszt. Lehet egyébként, hogy ez volt a gond, hogy nem érkezik új hűvös oxigén? Valószínűleg tartom. Egyébként. Na, gyön már, na nézzük csak. Hát 40 fokos a víz. Az nem jó. 44. Ja, ezt a vizet mindenképp valahol le kell hűteni. Mese nincs. Ja, most még vissza is folyik, de jó. Jó, ezt mit szólnánk ahhoz, ha... Így itt végig vezetnénk.
Vagy így. Mert ugye, ha a meleg vizet végigáramoltatom a bázisban, azzal igazából csak fűteni fogjuk az egészet. Ez nem jó. Ó, nézd, és működik. És működik. Olé. Szép lesz ez. Na, mindenkit közben kikúrálunk maxosra. És talán most már sikerül egy másfél óra alatt rendezni sorainkat. A hűtő, jó, a hűtő az csak minimális hőt termel azért, nem? Hát, 350 ciklus óta ez így működött. Valamiért most, és valószínűleg azért, mert ugye fogy a... Trickster lárva. Jöhet. Kapd el. Tedd be, ahova kell. Jó, azt mondja, hogy kell nekünk ide egy creature trap. Valahova. De hova? Nem. Ezeket innen kinyírom. El kéne kapni valahogy. Jó, ideiglenesen akkor ide rakjuk. Szia Csabi! Jó reggelt! Hát itt nincs neki nagyon széndioxid. Ő szegénykeit éhezik, szerencsétlen. Azt nézem, hogy közben itt... Aha! Aha! Jó, oké. Okay. Nagyon baba lesz. Ez itt egy szép projekt. Közben a Slicksterünk dolgozik rendületlen. Na nézzük csak, Transit Tube. Wall and floor tile, aha. Erre sincsen már itt szükség. Megoldjuk, megoldjuk ezt. Szép lesz itt minden. Pillanatokon belül.
megcsinálják a skacok. És akkor legalább fogja valami fogyasztani is azt a nyomorult áramot. Na, itt miért áll a munka? Miért áll itt a munka, kérem szépen? Hőmérséklettel hogy állunk? Hát még melegszünk, de azért úgy nagyjából halad. Jó, ezt megcsinálják. Na, ide viszont rakjunk már egy magasabb priót ennek az egésznek. Úgy alacuzemmen az egésznek. Most már pofám leszakad, ezt mióta nem csináljátok meg. Hú, 6 kiló oxigén. És itt is azért még van. 7 kiló. Oda beakadt. Na mindegy, ez majd mindjárt beindul. Egyszer csak, és ki fogjuk onnan szittyózni. Azt mondjátok, hogy szigetelni kéne a sós vízgejzét, de nem, mert... Hát, de lehet mégis. De így működött. Ez itt abisszal itt konkrétan, tehát hogy azon nem kéne nagyon átjöjjön semmi. Jó, ez a rektár, ez csurig van. De mivel? Tléjjel, meg szembe 15 tonna. Elméletileg ez homokot fog oda szállítani. A kerámiát meg kellene szállítani. Most nem tudom, hogy ez jó, hogy így egybe kötöttem, de majd kiderül. Na, végre dolgoznak. Hála Istennek, valaki. Végre valahára. Igen, hát itt totálisan jó az oxigén ellátottság. Most már. Jó, ezt is egy picit automatizáljuk már. Tehát ha mit tudom én itt... Hogy lehetne ezt automatizálni jól, hogy mikor ne termeljen oxigént? Talán úgy, hogyha... B
Gas Element Sensor. Sense green when a certain gas is detected on this sensor tile. Aha. De itt is vannak még. Gas pipe element sensor, germ sensor, gas thermos sensor. Sense green when the certain gas is detected within the pipe. Aha. Aha. Nem, ezt másként kéne megoldani, de hogy? Hogy lenne ezt jó megoldani, hogy ne menjen folyamatosan? Joshua, jön, kifúrjon, nagyon jó. Így valahogy jó lesz. De ez csak azért cink, mert akkor meg ez van rossz helyen. Jaj! Hát ez van, ha nem megfelelő dizájn alapján építkeztek. Mi történik itt? Miért nem halad a munka? Mit csinálnak a duplikánsok? Jó, te ott sütsz. Az úgy érthető. Ezt miért nem kaptátok el eddig? Na nézzük ki merre. Itt építkeztek, tehát valamit csinálsz, ez is oké, ez is oké. Te ott az állatokkal suttogsz, ho-ho-ho. Majd de szépen nézünk itt ki. 27 fok. Jó, jó. Igen, ezt itt le tudjuk vinni. Jó lenne. Ja, itt nagy építkezésekben vagyunk éppen. Na, ne legyen már az a Slickster magányos. Hát ez nem igaz. Ki engedi ki folyamatosan ezt a kis dögöt? Copper ore. Micsoda! Elfogyott a copper. Azt a mindenit. Ez itt a probléma forrása, minden probléma forrása konkrétan. Ja, itt meg egyébként hideg vizet tudnánk szerezni majd.
Mi a... Az egy szép mennyiségű műanyag gyűjt itt össze, azt nézem. Colony Achievement. Egy éves a kolónia! Yeah! Jó, ezt valaki kapja el és vigye. Itt kiszabadul a kis teste. Miért nem viszi el senki? Vigyétek el! De miért? Mi a baj? Itt le tudnak menni. Elvéletileg. Ezt tényleg nem értem. Miért nem mentek oda le? Senki se foglalkozik vele. Folyamat belelép valamibe. Ó, hát pedig nem tökörészik egyik se. Na! Elindult az oxigén. Ó, jó, nézzük csak, hogy itt hány fokosra hűl le. 19 fok. 22 fok. 36. 21, 36. 40. Ú, ez nem jó így. Szigetelt, az mibe kerülne? Jó, masszív átépítés. Na, elméletileg itt befejeződött ez a cucc. Ez itt dolgozik. Ez itt mi? Obszidián. Mm-hmm.
Az obszidián az... Aha, jó, akkor megnézzük, hogy az obszidiánt onnan ki tudom-e takarítani. Akkor legalább gyakoroljuk a... Ha, megy. Hú, de ez akkor így nem jó viszont. Aha. Jó, kezdem érteni. Tehát, hogy ebbe bepakolja. He. Jó, ott megállt a tudomány. Miért nem pakolja be ebbe? Jó, hát ez nem segített. Ó, de szép lett itt viszont a... A minden. Ja, itt tök jó hangulat van. Unlock some from into storage. De ez hogyan működik? Nem ennek kéne oda átpakolnia? Vagy valami még hibázik? Aha! Jó, akkor viszont itt kirakjuk. Így. Ez pedig... Sand. Mi van ebben? Nézzük csak. Erre most kíváncsi vagyok. Jó, most elvileg elvágtam a szállító szalagot. Ja, most telepakoljuk obszidiánnal. És megy, működik. Oda kiokátja az obszidiánt. Akkor lesz egy kis negatív dekor, de azt így fel is porszívózzuk egyből. Tök jó! És ráadásul ez a szállítószalag nem is ad negatív dekort, azt nézem.
Ó, mi történt? Százhuszonöt fokig üzembiztos. Jó, kell viszont egy kis fémet finomítani. Jó, akkor ide teszünk még egy nyomásérzékelőt gyorsan, tehát... Az atmoszféra itt bizonyos szint alá csökkenek, ezt kapcsolja le. Van itt még gránit. Na. Ja, ezt a központi raktárat is egyszer meg kéne csinálni. Jó legyen. Aha. Jó, ez még 41 ciklusig elméletileg működni fog. Hát azért innen kiszítyóztuk rendesen a mindent. Ezt akár le is zárhatom, mert innen is eléggé elment a gáz. Mi ez? Jó, ez nem érdekel. Vigyázz, mindjárt kitörés! Csak meg ne rongálódjon. Ó, innen is jön a hűvös levegő. Nagyon jó. Ehhez meg mit hiányzik? Így, talán most már jó lesz. A csövekre mennyit elköltöttünk már. Unloads into storage. Ez most hogyan is működik pontosan? Mert nem egészen értem. When materials reach the end of the ray, they enter the receptacle to use by duplicants. Aha. Ezt én elbontom. Jó, meg akkor már a...
Mi van itt? Filtration, cultivation, soil. Clay-t is belepakoltatom. Igen, az a baj, hogy ezen nem nyúl át, nem nyúlik át. De talán, hogyha ide raknék... Dolgozik ezen valaki? Miért nem dolgozik itt senki? Ja, mert hogy elfogytunk. Fú, hát kezdünk kifogyni a fémből, legalábbis a részből biztosan. Na, itt mi a helyzet? Igen, ez itt megépült, az eddig szép és jó. Miért nem épült tovább? Elfogyott volna a plasztik? Nem, abból is van még rengeteg. Fú, azért elégettünk rendesen nyersanyagokat. De mi, ezen át tudnak menni most, vagy? Ja, lehet, hogy ezen nem tudnak átmenni. Ah. Jó, ezt ideiglenesen akkor le kell bontanom. Szia, no, jó reggelt! Köszönöm szépen a 20 egymást követő hónapot. Úristen, már lassan 2 éve streamelünk. Most novemberben lesz 2. Ja, ez itt minden baj forrása, ezért nem jönnek ide ledolgozni. Csöprögethetek a Slickster után is. Jó. Mi a... Mi volt ez? Most konkrétan kiszedte a zsákból, hogy aztán kiszökjön? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Ez az, valaki kapja el. Ott van. Mi? Hát nem egészen értem itt a sémát. Jó, ezt csináljátok meg, nekem annyi már elég. Jön az agyag, az is jó. Jó, ide ezt megcsináljuk. Ez elvileg be tudja a raktárig tölteni a cuccot. Vagy hogyha így raknám... Annyi lenne a lényeg, hogy akkor ezt... Lehet ide kéne raknunk egy ilyet.
Gyerünk, varrezünk, miért nem dolgoztok, miért nem csináltok itt finomított ércet? Jó, azért nem. Ez szép kijelölés volt a játék részéről. Jó, befejezzük itt ezt a transit tubos megoldást. Akkor már ez a renti régió is lakható lesz. Ebben ez működik, működik is. Király. Nagyon király, akkor már csak itt a csövet kell befejezniük. Ide rakni. Egy állomást, mi ez? Lead. Abból semmi esetre se. Közben fúrogattok? Fémet kell találni minél hamarabb. Igen, arra már rájöttem, hogy kell egy odavezető, meg egy onnan elvezető futószalag. Még azt nem csináltam meg. Ami késik, nem múlik. Na, a lényeg az, hogy ennek copy setting erre. Ezt meg akkor szerintem el is bonthatjuk. Nézzük, igen, ez oda be tud pakolni, nagyon jó. Deconstruct. Jó. Minden még az éghetőkőt is elszállítatjuk. Egy bocsánat, követ. Közben nézzük, mit kaptunk. Bristleberry, jó. Ami nagyon fura nekem, hogy itt nem dolgoznak. Miért nem jön ide senki dolgozni? Jaj, nem nyomtam rá. Oké, én vagyok a hülye, elnézést. Ó, Noé, boldog születésnapot! Még mindig a 20., ugye? Vagy már megint. Jó, ez így megoldja most már minden problémánkat. Igen, tehát ilyen dolgokat nézek be folyamatosan, és emiatt így megakad az egész kolónia, és meghalnak. Rútul. Ez itt mi? Clay. Jó, ezt is most már beheggeztették. Nagyon jó. Már csak ezt. Azt is.
Miért nem megyen az gáz? Erre kéne mennie. Jó, meg is van. Jó, van nagyon sok homok. És dolgoznak a srácok. Jó, 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 jó lesz ez. Na, tehát a logika úgy működik, hogy ez a kar, ez egy rakosgat. Addig tiszta. Ez a befele nyíl, ebben rakja, és ezzel tudunk rátölteni. Ez megfogadja a bármit. Még azt nem tudom, de igen, itt nincsen áthidalás. De van. Akkor menjünk át konvejor nézetre, igen. Ez itt nem kell, most ezt bontsák el. Jó, hát azt ott meg nem éri el, de annyi baj legyen. Jó, innen is kicsit kipumpáljuk a dolgokat. Oxigén áradat áramlik a kolóniájába, hölgyeim és uraim. Hát ilyen jó dolgunk még sose volt, szerintem. Tehát... Vagy hát majdnem. Jó, igen. Ezt itt... seperjük össze, meg ki, meg minden. Jó, hát és ugye erre várunk, hogy meglegyen a kellő mennyiségű matéria, hogy megépítsük ezt is. Jó, ez is itt mindjárt készen van. Szerintem akár el is kaphatjuk azt a nyomorult Slickstert. Vagy hát itt az állatokat végre elkapjuk. Ott is van egy bogarantyú. Hogy került ez oda? Azaz, megvan a Slickster, vigyed! Jó, hát ezt a Puffit itt nem akarom, hogy itt kakiljon. Jó, Puffinak annyi. És elindult a Slickster, remélhetőleg most már végre a rendeltetési helyére. Igen, ott érkezik, Frankie hozza. Mi történik? Nem, Rowan hozza. Rowan meghozta a második Slickstert. Ez az, ketten vannak. Annyi idős az ember, amennyinek gondolja magát. Igen, ez igaz. Akkor te 10 vagy. Jó, ezt így be kéne fejezni, gyerekek. Jó, itten minden készen áll, arra. Hát itt még finomítani kell, gőzerővel. Jó, mi a boxol? Levezeti a feszkót legalább. Frankit gyógyítsuk meg. Slime.
Jó. Copy setting. Itt sehol nem akarok slime-ot. Slime-et azt így valahol lent kéne. Ráadásul így valaki elkapja a slime lángot, az gyönyörű lesz. Ja, meg is történt. Passzám. Germs. Slime lang. Jó, mondjuk megy le róla. Hol van Hassan? Jó, ott. Jó, ki is döglött róla a slime lang, ahogy nézem, ez gyors volt. Vettél egy S10-et és már is gond van vele. Király. Jók ezek az időtálló termékek. Á, istenkém. És személyre szabott frissítés kell hozzá. Igen, hol vannak már azok az idők, amikor úgy vettél egy telefont, vagy úgy bármit, és így csak úgy működött? Hol vannak már ezek a hős idők? Az a baj, nem keletkezik elegendő hidrogénünk. Jó, itt mossuk már fel ezt a tócsát is. Hú, itt is micsoda víztározó készül. És ez honnan olvad? Ja, onnan a jégből. Jó, mondjuk technikai cuccok terén általában én is úgy mákosabb vagyok, tehát hogy nekem az úgy általában működni szoktak. Általában. Mondjuk hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam vásárolni dolgokat. És ilyenkor aztán ilyen extra para van, hogy így jó, csak nehogy működjön, mert aztán én meg tök hülye vagyok, meg úgyse viszem garihoz, meg tehát, hogy nem az, hogy nem viszem garanciába, csak nem, nagyon-nagyon nehezen viszem, veszem rá magam, hogy úgy bármit csináljak. Bármivel. Ez jó. Hát nekem április óta van ugye első okos telefonom, egy S8-as. És még működik. Április óta. Nem tapasztaltam vele semmi problémát. Meg tudjuk javítani? Jó lenne. Úgycsoda ráktenyészet van ott, kérem szépen. Ezeket a slicksztereket is onnan ki kéne valahogy boncolni. De lassan halad itt ez a munka. Sandstone. Jó, köszönjük. Meg tudom már végre csinálni az állomást. Meg. És abból az anyagból, amiből óhajtanám. Aha, jó, ezt itt el kell majd akkor bontani.
Hát... ennyi jutott annak a szerencsétlen növénynek, sajnos. Vajon így most belemegy? Gyorsan, mielőtt itt nagyon keverednének a gázok. Ja, ennek is kell azért áram. Mert kell. Új, itt elég nagy a feszkó viszont. Köszönöm a cukis pónis csírt, vagy az... az unikorn is! Á. Lassan halad itt az építkezés. Nagyon lassan. Valaki hozza a cuccokat, már gyerünk. Majd aztán a rezet meg a többi ércet, de szerintem azt már csak az űrből lehet majd pótolni egy idő után. Majd aztán kéne ide egy ilyen központi transit tube. Valahogy ügyesen el kéne innen szállítani a duplikánsokat. Jó van, Noé, sok sikert a Crest vizsgához. Ó-ó, mi történik? Jó, visszatelepítjük a vízvörtöt egy időre. Ez a durva, hogy 10 tonna plasztik az úgy nem fogyott el. Mik ezek a csírek? De köszönöm szépen! Neked is, Sajuk, nagyon szépen köszönöm a csírt. Bónusz 72. Hát nekem ez a bázis, ez csoda, hogy idáig eljutottunk egyáltalán. De az eddigi legjobb bázisom. Hozzáteszem, hogy valószínűleg ez a kiadott verzió könnyítéseivel együtt ugye a legkönnyebb nehézségi fokozaton idézőjelben, tehát úgy nehézségi fokozaton, hogy a legkönnyebb aszteroida típussal dolgozom jelenleg. Na. Nézzük csak, hogy itt a hőmérséklet hogy alakul. Mondom, a hőmérséklet. Aha, ez majd kicsit lehűti a kedélyeket. Azt ott megépítettük, helyes. Miért nincsen az oda bekötve? Szia, angyal Bandi! Hát átvetted a cheerleadet. Nagyon szépen köszönöm neked is. Álljunk meg egy szóra. Ez hogy menne jól?
Jó, hát akkor ezt itt kibontjuk, de akkor legalább működni fog. Ez az! Működik. Már csak áram kőne neki. Itt meg is kap. Mi az, hogy kevés az oxigén termelés? Az úgy lehet. Jó, ez ott megoldódott. Jó, már mindjárt meg vagyunk. Hát, ez nem igaz, most mennek aludni a legizgalmasabb részt, amikor mindjárt kész az első tranzitjúbunk. Ezt meg is nézem, Sajug. Te például hol tartasz ebbe a csírbe? 50 ezer. Azt a mindenit. Hát nagy-nagy respekt. Nagyon nagy respekt. Nem tudom, most szerintem a VIP miatt nem látszik neked a badge. Leszedjem a VIP-t, hogy látszódjon. Mert szerintem az kell hozzá. Meg neked is egyébként, Noi. Tehát, hogy rajtad meg a... Ja, neked a moderátorság miatt. Ezt most tényleg kérdezem, hogy leszedjem a VIP badge-et, vagy hagyjam. Sajuk. Látszódik? Én nem látom. Az én oldalapon. Na, végre itt vagyunk. Ó, igen. Na, ezt akkor csináljuk meg most jól. Most lesz a tuti, most lesz a tuti végre valahára. Egy egység választ el minket attól, hogy használjuk normálisan ezt a rendszert. Igen, igen, működik, de miért nem kap áramot? Ettől féltem. Nem baj. Na, most működik. Most működik. Ez az, és nézzük. Állj. Juppi! Soha többet lépcsőzés. Soha többet lépcsőzés, és a slicksztereknek is kész a hely. Nagyon zsír, nagyon zsír. Így lassan, belassítva milyen más a játék. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt szeretjük. Ezt nagyon szeretjük, ezt a rendszert. Jó, és akkor elkezdjük pettingelni a slicksztereket? Jól értem? Mondja, wildness, hát még nem. De ami késik, nem múlik ezután.
kakíják nekünk a petróleumot, vagy nem, az csak olaj, nyers olaj. Jaj, szép kis dögök ezek. Na, valamit kutatni kéne. Azt mondja a játék. Nekem. Na, innen úgy nagyjából kipakoltattunk mindent. Szóval most az lenne a cél. Ezt elbontjuk. Jó, hogy gyűlik az oxigén. Noi, 145 csír, köszönöm szépen. Most nem tudom, hogy ti most így mit is csináltok. Ja, hogy ja. Hát igen, a top 3 cheer bajnok az most itt van jelen a cseten, de nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak ezt a tényleg hatalmas mennyiségű pénzt, amit így rám szántatok. Így, hát most már mondhatjuk, hogy az évek alatt. Ezt a szab, tehát az a baj, hogy én ezeket a Twitch-es aktuális trendeket, meg dolgokat itt sose követtem igazán még. Egyszerűen nem volt rá egy kapacitásom, ez az egyetlen oka egyébként. Semmi más egyéb, tehát hogy nem volt rá soha kapacitásom. Szerintem le is zárom, most már itt már nem fog jönni semmi. Na nézzük itt a hőmérsékletet. De tényleg időről időre vannak meg ez a szeptember, meg ilyen dolgok, tehát hogy ezeket itt sose volt energiám követni eddig. Aztán majd ezen változtatunk. Ó, itt már mióta akarok egy ilyet. Ez a víz lassan magától el fog forni, konkrétan. Szia Noi, kellemes hétvégét neked is. Ja, itt még maradt egy kis hideg biom, itt ezt meg így szépen felmelegítettük. Hány fok van? 8 fok. Hát nem adja magát, nem adja magát, de ez a meleg biom is így teljességgel. Ezt nem analizáljuk. Rohadt meleg van, olvad a minden. Igen, hát konkrétan azzal, hogy itt kiolvasztottunk két jégbiómot, elég sok vizet találtunk. Azokat valahol tárolni próbálom, de hát... kevés sikerrel, mint amit látszik. A nagy kérdés, hogy... ja, hogy ja. Lehet erre egy külön pumpát kellene beüzemelnem egyébként, és ez fog szerintem történni. Így.
Ez nem kell. Azt csináljátok meg szépen. És akkor ez itt szépen le fog hűlni. Valamennyit. Olyan sokat azért nem, de... Kész a kutatás. Ez gyors volt, gyerekek. Jó. Azt ott be tudjátok fejezni, nagyszerű. 45 fokos víz. Ezt már szeretem, mindenki egészséges, senki sem éhezik, kajánk van, levegőnk az nagyon van. Jó, hát most már az összes levegőt ide beszittyóztuk. Ez itt mi? Clay. Hé, és ezt megcsinálni ki fogja? Na, mindegy is. Kezded érteni ezt a játékot? Király! Lassan én is! Így ki tudja, hogy mennyi játékóra után, de hála Istennek most már így az Oxygen Not Included játékórám kezdi megközelíteni a Rustét, amire azért büszke vagyok, tehát... A Rastra már nem annyira, hogy az olyan sok, de az Oxygen Not Included játékórájára kifejezetten. Ó, itt jó lett a hőmérséklet. A Wizard az így a feladatát el is látta szépen. Azt mondja, hogy ugye Clay-t. Szeretnénk ide. De akkor a cultivation-os kell. Légy, azt úgy kérnénk. Na mi van? Van 13 tonna agyagunk. Ezt miért nem akarod? Miért nem viszi be? Na, ezt nem értem, miért nem indul el? Kap ez áramot? Ú, van egy kis feszkó. Túl feszkó.
Ez működik még egyáltalán? Ja, elvileg működik. Na, megnézzük. Ez itt rálát. Ez is rálát. Na nézzük, működik a rendszer. Igen, a végén el lehet hagyni a bolygót, de csak úgy, hogy ilyen űrhajó expedíciókat tervezel, és akkor kvázi az a lényeg, hogy meddig jutsz el az űrhajóval, tehát akkor úgy kell az űrhajót megépíteni, annyi üzemanyagot raksz bele, stb. 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 Álljunk le egy pillanatra. Csak azon aggódom, hogy előfordulhatott, hogy én szennyezett oxigént pumpáltam a bázisomra? Ebből fakadólag? De mondjuk ott elég gyorsan megdolgozzák a rendszert, de... Ja. Ó, és ez így kezd tönkre is menni? Vagy ez megy tönkre? Ja, mondjuk ebből át kéne építenem. Csak azt nem értem, hogy miért nem szállítja el a futószalag az anyagot. Hát, hogy ez számomra most rejtély. Hát idézésen az a játék vége, igen, hogyha eljut az emberkéd ugye a csillagtérképen a legmesszebbi pontig, tehát oda tervez egy expedíciót, mert akkor kvázi azt jelenti, hogy annyi anyagot meg annyi mindent tudsz megcsinálni, hogy így kvázi már tök mindegy mit csinálsz, de persze ez egy ilyen, mi ez? Ilyen flexibilis vége a játéknak, tehát igazándiból nincs vége, nem játszhatod tovább, de az kvázi most jelenleg a legnagyobb dolog, amit meg lehet csinálni benne. Hát én most ilyen 30 plusz óránál tartok jelenleg, és még nem tartok itt. Ha ez... Még messze nem tartok itt, ha ez így jelent valamit. Mi van? De miért nem pakolja ide át, amikor itt beállítottam, hogy ezt is vigyék. Ezt nem értem. Unloads into store. Ezek a kis gázelszívók megtisztítják a levegőt. Még soha nem jött össze egyébként az űrhajós projekt. Tehát én még az űrhajóig se jutottam el soha. Plasztik jöhet. Na mi az? Fogytál a kajánk? Mi a? Valamiért... Áramhiány lépett föl. Aha. Elfogyott a hidrogén. Na, az gond. Az nagyon nagy gond. Ez meg még két ciklus múlva kapcsol csak be. Na hát ezt kell akkor most fel kihasználni arra,
hogy nagyon faszán átépítsük itt a csőszerkezetet. Értsd! Itt mi a baj? Itt miért akadtunk meg? Semmi nem működik. Aha. Na, ez probléma. Most csak, ha jól számolom, tisztán földgázzal működünk itt lent. De van oxigén. Elméletben. Ja. Az kapott dereseknek. Őt egy kicsit túltöltődött. Meg fog romlani csomó kaja. Na jó, akkor eljött az idő pillanat, hogy itt megcsináljuk, amit meg kell. Jó. Jó, így úgy, ahogy van az egész, elbontjuk. Nem érdekel, újraépítjük. Most valószínűleg keletkezni fog egy kis hidrogén így a bázisban, de azt majd itt visszaszívattyúzzuk, úgyis ide fog feljönni végeredményben az egész. Van még két ciklusunk, hogy itt normalizáljuk az egész helyzetet. Ezt a káoszt valahogy így megoldjuk. No, ez tiszta. Na, akkor most kell ügyesnek lenni. Szóval... A dolog lényeg, hogy így itt ezt végig... Nem. Ezt itt végig vezetem. Így. Aztán... Így itt is. És így itt is. Így, mindenhova bekötjük. Ez lesz az első lépés. Kezdhetik is a munkát. Ez ide nem kell. Ó, ezt itt szépen megépítik. Hát ez az a rész lesz érdekes, de akkor ott egy kicsit kifúrok majd. Ja, felesleges a két cső egymás alatt. Jogos, teljesen jogos. Jajajaj, ne, már. Miért mindig akkor kell építenem, amikor ciklusváltás van? Mert akkor így bebuggol és ilyen elmebeteg konstrukciók lesznek. Na. Ez így sima liba. Na most.
A töménytelen mennyiségű hidrogént ugye egyrészt ide küldjük. Mi a baj? Hát de miért? Ja, mert nem működik a budi. Pont az ebédlőben. Frankie, Frankie fiú. Ennyi. Jó, hát egyszer akkor itt kell átküldeni hidrogént. A kivezetőkből. Ezekbe is. Nagyszerű. Akkor ide egy kivezető. Ide egy kivezető. És tök jó, hogy ilyen egyre megy fel a skálán. Nem tudom, halljátok-e így a hangot. Ő azt oda ne. Úgy van. Ez így faszányos lesz. Na, ha ezt mind megépítik, akkor nagyon faszányos lesz, és akkor itt mennyi van? Below. Jó, ezt így szittyozzuk ki szépen. Jó, mondjuk itt meg fog akadni. Átmenetileg. Jó, ennek a következő ciklus végére el kell készülnie, mert mindjárt... vagy nem, nem. Tehát a 384. ciklusban ezt meg kell csinálni. Egy tankot nem kapcsoltam be. Ja, hogy ja. Oké, köszönöm szépen. Molekuláris. Mi a... Jaj. Jó, hát ivóvizet már nem szennyezünk, az biztos. Jó, majd a végén itt össze söpröm a sok pisit. Jó, most mindenki összehugyozza magát. Ez egy kis feszkóval fog járni, de annyi baj legyen. Jó, ezt így csináljátok meg. Jó, most mindenki bepisil, éppen. Hát, hogy ez most a nagy fejlődés. Ja, tele van húgyozva a kolónia, semmi vész. És innen ne jöjjön fel ez a rohadt nagy meleg. Gyorsan ezt le kéne zárni. Na, gyerekek! Nincs elég oxigén termeléssel. Nem, mert ugye nem megy ez az áldásos ketyere. Ez honnan jön, vagy éppen nem jön? Ja, hogy innen, igen.
Te meg oda pipikéltél, nézd már. Aha. Gyerünk, a csővezetéknek el kell készülnie. Jó, ez az. Jó, és... ezt is ide beköthetjük. Jó, és megindulhat az áramtermelés végre valahára. A gejzír is aktív lett, nagyszerű. Jó, és elméletileg most minden működik. Megint, újra, működnie kéne. Aha, szépen minden áram alá kerül. Nagyon jó. És akkor itt a csapokban is lesz végre víz, úgyhogy működik a víztisztító, itt felszívjuk a vizet, áram alá kerül a rendszer, szuper, akkor egy kicsivel több vizet kell itt most kiengednünk, ugye? Mert most így összegyűlt. Ezt majd figyeljük. Ez jó is volt így. Jó, kiengedtük az összeset. Na, és most már mindenki tudja használni a toalettet. Ennyi! Krízis vége! Jó, hát ezeknek még kell majd áram. Amint... hidrogén termelésünk is helyreáll egyszer. Igen, itt kapják ezek is. Volt most pár frame drop, de nem tudom mitől. Hogy most nálunk itt nem netezik senki rajtam kívül. Ezek így csurig vannak, itt kellene, aha. Igen, ez nagyon hamar kiürül sajnos. Földgázkészletek jók. Ott kellene még egy picit bővítenünk. Nézzük meg, hogy lenne arra lehetőség. Ugye itt bevezetjük. Meg így kivezetjük, ha. Hát ide még tudnék tenni egy ilyen második sort. Elraktározzuk a dolgokat. Meg én ezt a tranzit tubos megoldást szeretném nagyon erőltetni, mert ez annyira király. Annyira király. És mit csináltok ti itt? Ja, hogy ja, így kerültök. Végül is működik. És mi a helyzet Slicksterékkel? Semmi. Ők csak úgy ott vannak hagyva parlagon. Szegénykék. Egyszer talán majd tojnak tojást is. Jó, ezeket ki kéne majd üríteni. Nincsen, ja, de van szennyvízürítőnk, úgyhogy azt akkor megcsinálhatjátok idővel.
milyen hőmérsékletű vízérke... Meleg, meleg egy picit, úgyhogy... Ah. Ezt itt leszigeteljük akkor. Az a biztos. Meg az végén itt a Lindsay-re ráömlik az egész. Na nézzük, remélem úgy szigetelitek le, hogy nem fog itt kiömleni. Hát mindjárt kiderül. Jó, de érkezik a víz. Hány fokos víz? 40 fokos. Aj, pedig én itt próbáltam lehűteni direkt. De nem megy. Ez a medence meg mindjárt kész. Újjaj. Ja, már tudom még mi hibázik a rendszerből. Hoho. Az... Hogy... Én ezt így ide bekössem. Mi a... Csak kiszökött egy kis víz. Csak kiszökött. Jó, ez gyorsan ott... Nem! Idióták! 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 Nem mindegy. Nem értik sose ezek, hogy mit szeretnék. Jó, hát akkor átépítésnél kifolyik a víz. Most már ezt is tudjuk. Na nézzük a csövet. Ezt itt elbontjuk. Ha? Mondjuk jogos, hogy miért ott vezetem keresztül, amikor arra is mehetne. Csak hát ugye már ott van a szűrő. Már mondjuk, ha megnézem, itt nagyon más út sincs. Na jó, küldjük meg. Küldjük meg a hidrogént. Igen, itt ugye megállt a csőben valamiért. Igen, a feltöltés az patent. Az a probléma akkor, hogy itt... Erre jön kifele. Ja, hát meg ez sincs normálisan bekötve. Most látom. És ide kéne. Na jó, igen, és most.
elkezdjük rongálni akkor a rendszert. Törlés. Törlés. Ó, hát itt szépen végig folytunk. Ja, itt van más gáz is sajnos, úgyhogy itt egy kicsit rongálni fogjuk a cuccokat. Átmenetileg. Hogy állunk levegővel? Az egy picit, mintha ritkult volna. Ja. Ez a rész még mindig nagyon pazar, lélegezhető, de ott viszont már nem annyira. Jó meleg van. Aj, sehogy se jó, sehogy se jó. Nem, ez csak úgy működhet jól. Ha ezt közvetlenül rákötöm valahogy. Próbáljuk meg. Hát, ha ez lesz a siker kulcsa. Aha, ott megy. Aha, hú, és hogy, de mennyire megy, gyerekek? Jó. Ami ott felsűrűsödött, az most mind ki fog ürülni a bázisba. Mármint, hogy az oxigén. Mi azt szeretjük. Azaz, jó kövér hidrogén pakkok érkeztek ide. Nagyszerű. Jó, ezt itt gyorsan elbontjuk és visszaépítjük. Nem kell csatlakozás. Jó, és elméletileg, ha itt már csurig vagyunk, akkor itt minden gáz az arra megy tovább. Jó, jó. Egy gondom van, hogy innen fentről nem akar lejönni. Lehet, hogy ezt úgy oldjuk meg. Nem tudom még, hogy oldjuk meg. De ezt itt lebontom, akkor fentről is le fog jönni.
minden. Mármint, hogy ami itt ezekben a csövekben van, meg raktárakban. Na igen, ilyen kis finom hangol, de folyamatosan szórakoztat valamivel a játék, ez a jó. Milyen játékokkal játszom ebben a hónapban? Hát most elég sok játékot kezdtem el kipróbálgatni, de amivel most sokat játszottam az utóbbi időben, és új játék, az a Re:Legend. Vannak vele bajok, de nagyon jó pofa játék. Nagyon jó pofa. Akkor kipróbáltam ilyen roguelike, souls-like platform játékokat. Meg ilyen, hát igen, igen, igazából ilyen roguelike, souls-like játékok vannak még. És hát, mi van még? Lássuk csak. Jön a Borderlands, azzal fogok játszani. Kicsit játszottam a Final Fantasy Remasterrel, hogy megnézem, hogy milyen lett. Igazán ilyen nagyon, nagyon minimálra vették a dolgot, amit így beletettek abba a programba, úgyhogy elhagyjuk is. Én nem így értelmeztem a remaster fogalmát, ez a lényeg. Nem, miért nem megy le? Jó, közben adok neki kutatni valót. Mondjuk így mindent idáig. Ó, és akkor majd a rakéta az majd egy külön móka. De várjunk csak, ott az a baj. Igen, hogy idáig tudunk elmenni, mert innentől meg már egy harmadik fajta kutatási típus is kell, amit még nem ismerünk. Akkor ahhoz fel kell menni az űrbe, hogy ott kutassák az űrt. Az űr titkait. Ohohoho. Na. Lehet, hogy az kéne. Igen. Már sejtem, hogy mi lesz. Miért akad el? Jó, ott csurig vagyunk, az jó hír. De hogy lehet, hogy ezt úgy kéne megoldani, hogy a kivezetés így végig menjen ezen a rendszeren. Valahogy így. És utána azt torkoljon bele egy olyan csőbe, ami meg elosztja, hogy hol veszi föl. Akkor talán működne. Jó, próbáljuk meg ezt így kivitelezni valahogy. Jó, most ezzel megint meg fogom ölni egy pillanatra az egészet. Vagy nem is kell. Jó. Ezt megpróbáljuk így megcsinálni. Nem, ezt így semmiképp. Kicsit lassítok az időn. Ez így elindul fölfele. Így itt kell egy áthidalás.
Igen, ez itt megy, nagyon jó. Na. Ezt kötjük ide be. Ezt itt valahogy elbontjuk. Nagyon jó. Ez az áthidaló itt igazából nem is kell. Szerintem, hogy ezt is elbontom most. Jó, ha jön egy kis hidrogén a bázisba, mert azt szeretjük. Igen. Ezt itt elbontom. Jó, és ide kell egy ilyen áthidalás, és akkor ezek itt kapni fognak. Ide meg egy ilyen áthidalás, és akkor oda is megy majd a cucc. És ide is egy ilyen áthidalás, akkor ebbe is megy a cucc. Ó, mi ez? Totai tubular. Na milyen achievementet szereztünk? Have duplicants travel 10,000 méter bár transit tube. 10 kilométert utaztunk azokkal a nyomorult transit csövekkel. Wow! Wow! Na jó, most nagyon kíváncsi leszek, hogy ez működni fog-e. Above, mondjuk 1000. Ez itt most 47 ciklusig működik. Igen, az ott megakadt, ott megakadt. Igen, azt kell már csak megcsinálni. Igen, 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 igen. Egy ilyen finom hangolást be lehetne tenni a rendszerbe, hogy mit tudom én, ha egy pontja a gázcsőnek nyomás alatt van, vagy nincs nyomás alatt hidrogénnel, akkor elzárja ezt a szelepet. Mert ugye onnan érkezik a tartálycsövekből. Mert akkor itt ugye egy idő után lehet, hogy megint összegyűlik, és nem fog működni itt az oxigén termelésünk. És szerintem ez lesz itt a jó megoldás. Tehát az kellene, hogy amíg ebben a csőben, csőrészben van hidrogénünk, addig itt zárja el, és amint ebben a csőben nincs hidrogén, ezt megengedheti. Ja, ez így jónak is tűnik. Na akkor nézzük csak ezt az elzáró szerepet. Tehát azt kell itt nekünk, hogy hát ezt így meg tudjuk oldani szépen. Ezt itt szedjük ki. Ennyi kell csak, hogy ide rakunk egy ilyen gáz szelepet, automatizálva. Ez ennyit fog csinálni.
Ez nem jó. És ennek persze áram is kell, mert miért ne? Na, és akkor most értelmezzük, mit működtünk. Tehát, when selected gas electric. Ide kell egy not logikai kapcsolat. Ezt bontsuk el egy pillanatra, itt a kábelt. Aj, ne csináld! Ne csináld! Jó, ezt az éjszakát még megvárjuk. Tehát annyi a lényeg, hogyha ott felsűrösödik a hidrogén, akkor elzárja ezt a csapot, és engedi, hogy föntről leáramoljon. Viszont ha elfogy a hidrogén, akkor megnyitja a csapot, és mehet nyugodtan a készletekből. Ennyi. Ennyi. Csak ugye ehhez egy kicsit trükközni kell. Na, ezt csináljátok meg. Kész is, jó. Látjátok, és akkor így konkrétan itt folyamatosan el lesz látva hidrogénnel ez a hidrogén erőművünk, úgy, hogy felül nem fog beakadni úgy, mint eddig nagyon sokszor tette. És ez így egy tök jó koncepció. Hearthstone, hát az már nem nagyon várnék én a helyedben Hearthstone videókat. A kiegészítőket meg szoktam nézni, de úgy nagyjából ennyi. Ennyi történik. Jó, ezt bekapcsolom. Nem elbontom, bekapcsolom. És onnan elszittyózzuk a hidrogént. Mit csinálnak egyébként a duplikánsaim, ha már itt tartunk? Nagyban megy a kutatás, az eddig rendben van. Földgáz erőművem is rendben van, az még 31 ciklusig aktív. Viszont itt a sósvíz tároló végre valahára elfogyott. Jó, itt pumpáljuk fel a vizet, az is rendben van. Itt csöpök ki. Jó, onnan is így összeszedjük a vizet. Nagyon jó. Ó, nagy takarítást kérnénk szépen itt. Végig. Véges végig. Na és mi a helyzet a slicksterekkel? Ugye róluk volt itt még szó, hogy őket kellene valahogy még így megmenteni a kihalástól, és ahogy nézem, már domestikálva vannak. Reproduction 36%, az mit jelent? We reach the end of the recruiter's lay a new egg. Plusz 36%. Na, helyes. Helyes.
Fú, itt aztán fossák az olajat rendesen. Na, de akkor ez is működik, végre valahára. Mi ez a folyadék gát itt? Csak az bene csurogjon az olajba, könyörgöm. Elméletileg nem kéne neki, de ahogy így olvad itt a jégbiom, még becsuroghat. Azt kéne majd valahogyan megakadályoznunk. Kár lenne az olajért. Bár mondjuk egy szűrővel simán kiszűrjük az egészet. Nem az, hogy pay to win lett a Hearthstone, hanem egyszerűen én így casualban játszom. Annyira már nem köt le, mint régebben, nem is foglalkoztat, és titeket sem. Ennyi. Hogy került ide ennyi szennyezett oxig? Ja, emiatt. Ez baj. Ez bizony baj. Szennyezett oxigénnel is kéne valamit kezdeni akkor. Jó, hát ezt elszívjuk. Az a baj, hogy olyan sok szennyvíz nem keletkezik. Kukacfák? Na, hát ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Júj! Ja, kirohadt gyakorlatilag az összes kajánk. Na és akkor... most jön az éhenhalás fázis? Ezek szerint? Éhen fogunk halni? Kukacfákkal meg mindennel? Nem hagyjuk magunkat. Hoppá, nézd csak! Egy új Slickster tojás! Hát ezt el kell kapni. Jó, ide telepítünk egy ilyen növényt, ide is. Ez talán majd segít valamit. Túlmelegedésen. Ez az, ej, stopp! Ott jön Joshua és hozza az új Slickster babát. Használja a transit tubot. Mert az jó. Ez sebesség. Nagyon jó. És most már három Slicksterünk van. Királyság. Gyűlik alul az olaj. Ja, ez kifejezetten tetszik, hogy állatokkal, gejzirekkel, vagy ugye a rendes nyersanyagok betakarításával egyformán meg lehet oldani problémákat ebben a játékban. Ez annyira király szerintem. Na és nézzük, hogy vissza fogja valamennyire hűteni ez a levegőt. Jó lenne.
Ja, rohamosan fogy a kajánk. Amiből eddig olyan sok volt, most hirtelen megfogyatkozott. Viszont szenünk annyi van, mint a rohadás. Ja, itt ezt kezd magához térni, remek? Na és itt ezek, vagy ez így a hűtést is eloszlatja? Hát úgy néz ki, ezzel pedig valamit kezdeni kell. De mi a baj? Mitől melegedett ez itt ennyire föl, ez az egész kolónia? A gázoktól? Nem, egyetemben hűtés problémákkal küszködünk. Igen, itt a kutatás miatt volt melegedés. Ez itt nem tudom mitől meleg így gyárilag. De hát 31 fok. Ilyen kellemes, trópusi most már a hangulat itt. Igen, lehet, hogy az se segített túl sokat. Ó, pufi! Shine nymph. Igen, ezt most egy kicsit szüneteltessük, jó? Move. Nem kell ennyi ilyen bogarantyú nekünk. Igen, valószínűleg az se segített túl sokat, hogy folyamatosan itt ment ez a ketyere, meg most a kutatás is megy. Az hogy áll egyébként? Jó, annak mindjárt vége, ezt akkor kibírjuk. Már a rakétakutatásnál tartunk amúgy. Ez ami gázos itt, hogy itt mi a baj, és hogy tudnánk lehűteni jobban. 31 fok. Jó, ez így szép lassan viszi le a hőmérsékletet. Most ennek vajon csökken a hőmérséklete? Template Shift, Millwood. Igen, ez így szép lassan viszi le a hőmérsékletet. Na igen, most kitapésztáztuk ezt az egész szobát, és most lehet, hogy ez a probléma egyébként, hogy emiatt hűl ki lassan, tehát fölmelegedett, és most lassan hűl ki. Na nézzétek, itt már egészen jól állunk hűtés szempontjából. Harminc egész hét. Ez jelenleg hány fokon van? Hopper 10. 31,2. Ja, nagyon lassan hűl. Jó, mondjuk az se segít sokat, hogy itt a csövekben megy el a meleg. Ezeket a csöveket is lehet, le kéne most már tényleg szigetelnem. Na. Befejeződött a kutatás. Annak örülünk. Nem tudom, addig nem nyugodtam meg, amíg itt nem megy lejjebb a hőmérséklete, legalább annyival, hogy ezek a fák ismét magukhoz térjenek, de félő, hogy nem fog. Egy valahogy most ilyen nagyon drasztikus hűtési metódust kellene kitalálni. Csak ugye hogy? Tehát ha hidegebb oxigént nyomatnék, jó, ez így nem kell. Fel is ment a hőmérséklet átmenetileg.
itt most elérkeztünk a 400. ciklus problémaköréhez. Hogyan lesz kajánk? Címszóval. Jó, hát ellátmányokból azért még tudunk valamelyest létezni. De jó. Na, hát akkor összegezném a dolgokat. Hogy mik történtek így a mai, hát szerintem egész hosszúra sikeredett streamben. Az első dolog, megcsináltuk itt ezt az oxigén termelést a gejzírből, ami szerintem kifejezetten jól sült el. Sajnos innen azért továbbra is meleg levegő áramlik a kolóniára, de hát annyi baj legyen. Itt a sós víztermelést is akkor szerintem vissza kéne kapcsolni, mert ja, ez úgy nem árt, ha van valamennyi. Itt is kész a medence, sós vízmedence. Működik ugye a földgáz gejzír és a földgáz reaktor is újra. Megcsináltuk itt a hidrogén erőművet, illetve annak ugye az utánpótlását, átcsöveztük az egészet, és most már szép rendben töltődik, ahogy annak kell. Kicsit automatizáltuk itt a szállítást is, hogy itt a homokot, meg minden, ami kell, azt így kiszolgálja ez a rendszer, és ne kelljen ide elmászni a duplikánsoknak, ami tök jó. Mi történt még? Ja, hát és a legjobb, megvan a tranzitcső, és most már itt a Slickster Farm, ami valószínűleg egy olyan 100 ciklus múlva lesz izgalmasabb, amikor itt már jóval több Slickster lesz, illetve majd itt is az olajszint majd megemelkedik, és akkor majd azzal kell kezdeni valamit. Viszont, ami nagy probléma, hogy itt konkrétan a hőháztartása a bázisunknak, az rohamosan nő. Az oxigén szint rendben van, viszont a hőmérséklet nincs, és egyre melegebb, és melegebb, és melegebb van, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne megállítani ezt a hőmérséklet növekedést. Úgyhogy lehet, hogy egy masszív költözés lesz ebből, csak hát ugye hova? Mert hogy itt körülöttünk mindenhol meleg van. Jó, itt még úgy aránylag tűrhető, úgyhogy lehet, hogy ide fogunk átköltözni, vagy nemes egyszerűséggel fogom és ezt a szennyezett hideg vizet egyszerűen csak beengedjük a bázisba. És akkor az jó lesz. Nézzétek meg, 17 fokos, isteni, isteni a klíma. Ez 38 fokos, ezt hogy csináljátok? Még jó, hogy le vagy szigetelve. Na úgyhogy ez lesz a nagy kihívás, amit meg kell oldanunk, és még egy dolog, továbbra is Oxygen Not Included van tervben, viszont én most a következő időszakban lehet, hogy többször fogok új játékot kipróbálni, és megnézzük, hogy mit hoz, mit lehet azzal kezdeni. Itt vannak a rakétás eszközök, mi kell ez? Acél, acélgyártást is be kéne üzemelni valahogy, valamikor, valamiből, ami megint egy érdekes történet. Minden esetre én most már fogok offline is játszani az Oxygen Not Included-del, és amikor streamelek, akkor pedig mondom, hogy mi történt, illetve próbálom úgy időzíteni, hogy az izgalmasabb fejleményekkel egyből streambe találkozzatok. Ez nem biztos, hogy sikerülni fog elsőre, de ez a koncepció, tehát most a 396. ciklusnál köszönünk el, és nem azt mondom, hogy innen fogjuk folytatni, de folytatni fogjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, és jövő hétvégén találkozunk. Most egy kicsit a munkám miatt változni fog lehet a hétközbeni streameknek a menetrendje, de ezt ki fogom írni időben. Tehát, hogyha nézitek így a YouTube közösségi platformot, a YouTube közösségi oldalát, akkor ott lesz kiírva majd az infóval kapcsolatban. Nagyjából arra kell számítani, hogy a hétközbeni streamek azok egy órával később fognak kezdődni, tehát nem 6-tól, hanem 7-től. Ez persze a CubeCast-et alapból nem érinti, de még, tehát olyan szinten megváltozott a munkarendem, hogy nem biztos, hogy arra is hazaérek időben. De általában ott mindig szoktunk egy picit készülni, szóval nem szokott ebből probléma lenni. De hogy ja, erre kell készülni, és akkor majd így átgondolom ezt a stream időpontokat is a hétközbenre, hogy hogy lenne jó így minden szempontból. Jól van. Na, szerintem már megy a 60 seconds, úgyhogy nem is rabolom tovább az időtöket, nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak ezt a vasárnap délelőttöt, jövő hétvégén találkozunk, addig is mindenkinek teljen kellemesen a vasárnap és a hétvége maradéka, és aztán az egész hét. Szerbusztok!